A ködös, hideg idő ellenére is sokan látogattak el Berekfürdőre, az immáron 12. alkalommal megtartott Tepertő és Pörc fesztiválra, amely ezúttal is kiváló hangulatban került megrendezésre. Mulatos zene szólt a hangfalakból, és egészen incsiklandó ételek illata kavargott a levegőben. Nálunk tepertősült, hagymásvér, birkafő, toroskáposzta, kaprosmalac raguleves, hagymásvért mondtam? Csülkös pacal, kolbász sütünk. Ha már Tepertő és Pörc fesztivál, akkor az egyik sátornál annak is utána jártunk, mi a titka a tepertő sütésnek. Amikor sütjük a tepertőt, arra kell odafigyelni, hogy mindig egyforma darabra legyen összevágva, mert hogyha sütjük, a nagyobb az nem sül ki, a kisebb összésül, tehát az nem jó. Mi karcagyosan tettünk bele ilyen pörcöt is, vasaljaszalonnát, ebből meg az úgynevezett pörc lesz majd, ezt majd a végén bepaprikázunk, besózunk, fokhagymázunk és úgy tálaljuk majd. A másik sátornál is remek hangulatban készültek a finom ételek. Egy érdekes mulinót is megfigyelhettünk, mely sok tekintetet vonzott. Gyerekkori emlékem még a nagyszülői házban tartott szilveszteri bulikról. Ez a mondás, hogy a disznók előtt legyen dara, az asszonynak meg kerek fara. Annak idején ez ilyen szállóige volt. Úgy, mint ahogy mondják, hogy ha az asszony hallgat, akkor ne szakítsuk félbe. A fesztiválon a nevéhez hűen mégiscsak a tepertő volt a legnépszerűbb. Egy másik csapatnál is sürögtek, forogtak az ügyeletes szakácsok az üstök körül. Megkérdeztük őket, milyen hangulatban telik a rendezvény. Nagyon jó hangulatban szokott lezajlani. Tényleg azt mondtam, hogy problémamentesen. Végül is, mint mondta itt a kolléganő, hogy csapatépítő hatása van, úgyhogy végül is mondhatom, egy egész napos szórakoztatás, magyarán jó buli az egész. Karcagról is sokan érkeztek a hagyományőrző eseményre. Huba Imre Csaba, a Karcagi Nagykun Vadásztársaság elnöke elmondta, hogy milyen ételeket készítettek el a nap folyamán. Főzünk pacalpörköltet, birkapörköltet, és sütünk tepertőt, meg pörcöt. Tehát tulajdonképpen a népi hagyományoknak, a nagykunsági társadalomnak a jellemző ételeit, ami már tél kezdetében szokott lenni, és úgy gondoljuk, hogy a érdeklődés eléggé élénk, érdekli az embereket, főleg a tepertő, a pörc, de emellett a karcagi birkapörkölt és a pacalpörkölt is. Igyekszünk a népi hagyománynak megfelelően elkészíteni őket. A rendezvény megnyitóján elsőként Berekfürdő polgármestere Hosszú András köszöntötte a megjelenteket. Nagyon örömmel látom, hogy ennyien vagyunk megint. Sokféle, én végigjártam a sor, nagyon sokféle étel és ital van. Nem tudom, próbálta valaki az itt ülő közül már ezeket a dolgokat. Én nagyon ajánlom mindenkit, az úrnak a másik oldalát is, ezt az oldalát is. Akár a hagymásféltől, vagy a birkaföldtől kezdve a tepertői plána, hát az a lényeg. És ami még nagyon fontos ebben az egészben, hogy amikor ez a tepertő elindult, akkor még csupa belekiekből állt. A úgy jövő kezdeményezés volt, már erre nőtte ki magát, hogy egy pár ezer ember azért megjelenik itt a fürdő szomszédságában. Ezt követően Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke is elmondta gondolatait a hagyományőrző eseményről. Nagy örömmel látom, hogy ismét egy nagyobb számban települnek ki mind a Berekfürdő lokálpatrióták, mind a Berekfürdő sikeréért szorító, azért nagyon sokat dolgozó térségbéli vállalkozók is, hiszen őket is köszöntelik kell, akik nagy szeretettel, vendéglátással várják az ideérkező érdeklődőket, a szórakozni, kóstolni és kikapcsolódni vágyó vendégeket, akik egyébként a szomszédos gyógyfürdőben gyógyulhatnak is. Tehát Berekfürdő egy nagyon sok funkcióval megáldott ékszerdoboza a Tiszató térségének, és valóban helyi, magam is lokálpatriótának valló Berekfürdő lakosként azt tudom mondani, hogy bennünket mindig is összekötöttek ezek az élmények, mindig is összekötöttek a nagyon nagy számban ideérkezők is, akik kíváncsiak voltak arra, hogy Berekfürdő mit nyújt a térségnek. És ilyen lett a Tepertő Fesztivál is, ami azzal indult, hogy az első gondolat csak Pádár Évától, hogy üssünk össze két kondérfelőt, süssünk egy kis tepertőt, és mutassuk meg, hogy
mi a tisztótoros hagyományokat életben tudjuk tartani egy üdülő faluban is. Bár malacvisítás az nem volt ma reggel, ha jól tudom, tehát máshogy készültek a tepertő sütésére, de látszik, hogy tepertő sütése is hagyományos módon megjelenik a fesztiválon, tehát nem csak a karcagi birkapörköltnek van ilyenkor erős hagyománya, hanem valóban a téli disznótoros ételetnek is, aminek az elkészítése nagyon nagy gonddal, a hagyományos, karcagias, nagykunsági ízvilágra jellemző és technológiára jellemző módon készül el, és amihez polgármester úr, a képviselőtestület és a művelődési ház szervezésében nagyon komoly infrastruktúrával készült a falu. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével a 12. Tepertő és Pörc Fesztivált. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket. Amikor jöttünk Huba Imrével ide, akkor már azt beszéltük, hogy olyan disznófogó időjárás van. Úgyhogy sok éven keresztül volt az, hogy esett az eső, de a hangulat mindig jó volt. Ez most egy kicsit olyan disznótoros hangulat, és amikor jöttünk közelebb, akkor nem csak a hangulat, meg az időjárás volt disznótoros, az illatok is. Sült vér, hagymás vér, sült kolbász, forralbor illat, mint egy igazi disznótor hangulata érződött. Aki becsukott szemmel jön, ő is azt mondta volna, hogy nem egy üdülő településre jössz, nem egy termál, vizes üdülő településre jössz, mert a bereki gyógyvíznek az illatát elnyomta a forralbor, meg a sült kolbász illata. De jól van ez így, mert ami a testet, lelket gyógyítja belülről, kívülről, az mind megtalálható itt Berekfürdőn. A rendezvény tehát számos érdeklődőt vonzott a településre. Sokan egészen messziről látogattak el ide Berekfürdőre. Egy férfi például Egerből érkezett a Tepertő és Pörc Fesztiválra. Nagyon finom volt a hagymásfér, most majd még eszünk malacraguleest, amarra lesz csülkös pacal, itt lesz toroskáposzta, úgyhogy a magyar ízeknek megfelelő gasztronómiai felvonultatás megtörtént. Forralt bort iszunk hozzá, jó magyar pálinkát, mi Egerből jöttünk, ráadásul a bor hazájából. Múlt hónapban voltunk itt kempingbe, és megkérdezték, hogy nincs-e kedvünk visszajönni most a Tepertő Fesztiválra, és most is onnan érkeztünk, és nagyon tetszik. Zene van, jó bor van, meleg bor, jó pálinkák, jó ételek, mi kell lennél több? Jó friss tepertő, tehát a magyar embernek ezek a gasztronómiai kulináris élmények, ezek a legjobbak. Egy házas pár éppen ott jártunk, ahol vásárolt tepertőt. Elmondták, hogy a háznál készült finomságok sokkal ízletesebbek. Már sokadik éve részt vesznek ezen a rendezvényen. Minden évben jövünk 4 éve, mert nagyon szeretünk itt. A bárócalonnál csak itt veszünk, azt keresünk. Hát ami van itt, mind finom itt egyébként, minden tényleg lelkalappa. Jó illatok vannak, az a csalogató. Megérzik az ember. A rendezvény délután színpadi műsorokkal folytatódott. A helyi hagyományőrző csoportok mellett fellépett Komonyi Zsuzsi, Mészáros Árpád Zsolt és Piros Krisztina Titta is. Az utolsó fellépő Kozombolis élő nagy koncertjére is sokan voltak kíváncsiak.